Több mint kétharmados többséggel Áder Jánost választotta köztársasági elnöknek az országgyűlés. A Brüsszelből visszatérő európai parlamenti képviselő 5 évre költözhet be a Sándor palotába. Első beszédében a tisztelet és a demokrácia fontosságát emelte ki. A megválasztott államfő 1 hét múlva, május 10-én veheti át hivatalát. Viccelődött az újságírókkal még megválasztása előtt Áder János. A titkos szavazás előtt arra is jutott ideje, hogy családjának megmutassa a koronát és a parlamentet. Amíg Áder János eljutott az ülésteremig, folyamatosan érkeztek a vendégek. Sólyom László és Mádl Dalma mellett jelenlegi és volt közjogi méltóságok is részt vettek az ülésen. Külön is tisztelettel köszöntöm, Schmidt Pál volt köztársasági elnök úr. Bent az ülésteremben a plágium ügye miatt lemondott államfőt is köszöntötte az ideiglenes házelnök. Az MSZP viszont nem ment be az ülésterembe. A titkos szavazás után Lezsák Sándor ismertette az eredményt. Az országgyűlés az alaptörvény 10. cikk első bekezdése alapján dr. Áder Jánost köztársasági elnökké megválasztotta. A szocialisták és a demokratikus koalíció képviselői nem voltak ott. Az LMP ott volt, de nem vette fel a szavazólapot, a Jobbik pedig nemmel voksolt. A megválasztott köztársasági elnök a történelmi zászlók előtt tette le az államfői esküt. Én, dr. Áder János, fogadom. Először Orbán Viktor miniszterelnök, majd az MSZP-t kivéve valamennyi frakció vezetője gratulált Áder Jánosnak. Lehet más az értékrendünk, lehet eltérő a meggyőződésünk, lehet különböző a hitünk, de a mi hazánk Magyarország. A megválasztott köztársasági elnök első beszédében azt mondta, a sokféleséget mindig csak egy apró különbség választja el a széthúzástól. Szerinte a különbség a tiszteletben vagy annak hiányában van. Meggyőződése szerint e leheletnyi különbség világokat választ el egymástól. Soha egyetlen pillanatra se feledkezzünk meg arról, mit is jelent a demokrácia. A demokrácia igazság ugyanis mindig vitákban születik meg. Ezek a viták lehetnek élesek, lehetnek kemények, de sohasem hiányozhat belőlük egymás tisztelete. Áder János szerint helyre kell tenni tévedéseinket és be kell vallani kudarcainkat. Ehhez a múlt is hozzátartozik, de a teljesítmény elismerését is meg kell tanulnunk, fogalmazott a megválasztott államfő. Egyszer az életben álljunk meg egy percre, és kérdezzük meg önmagunktól. Vajon hova juthatunk egymás teljesítményének állandó semmibevételével? Az igazság relativizálásával, egymás lekicsinylésével, vagy épp a kettős mérce állandó alkalmazásával. Áder János utalt arra is, hogy valódi államfőként akar tevékenykedni, aki élni fog jogkörével, legyen szó akár törvények visszaküldéséről is. Magyarország köztársaság elnökeként magam is maradéktalanul viselni fogom az alaptörvényben rámlott felelősséget. Miként abban is biztos vagyok, hogy mindannyian azt várják tőlem, hogy a rámruházott jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul érvényesítsem. És érvényesíteni is fogom. A megválasztott köztársasági elnök végül azt hangsúlyozta, hogy 2017-ig tartó ciklusában a magyar érdekek és értékek szószólója kíván lenni. Az ellenzék főleg azért bírálta a megválasztott köztársasági elnököt, mert személyében a Fidesz pártpolitikust jelölt. Az MSZP szerint Áder János nem az emberek, hanem Orbán Viktor embere. Az LMP úgy látja, Áder János önéletrajza nem indokolja, hogy államfő legyen. A demokratikus koalíció úgy véli, hogy Áder János nem Magyarország, hanem a Fidesz köztársasági elnöke lett. Egy korlátait jól ismerő politikus beszédét hallottuk. Az MSZP elnök helyettese szerint nehéz dolga lesz Áder Jánosnak, ha meg akarja testesíteni a nemzetegységét és betölteni államfőként az ellenőrző szerepet. Ahogy az elődje sem, úgy Áder János sem az emberek, hanem egy embernek, az embernek lesz a jelöltje. Ez az ember pedig Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz-KDNP pártszövetség vezetője. A puding próbája azonban az evés.
Az LMP szerint mindenkinek, így Áder Jánosnak is esélyt kell adni. Így arra kérik, hogy kezdeményezze az ombudsmannál a választási és igazságügyi törvények alkotmányossági felülvizsgálatát, amelyek megalkotásában aktívan részt vett. Ugyanakkor nem értik, miért nem talált a Fidesz jobb jelöltet államfőnek. Áder János pályafutása lényegében kizárólag a Fidesz politikusi tevékenységéhez köthető. Nincsen semmi más az életrajzában, ami őt erre a posztra méltóvá tenni. A demokratikus koalíció szerint a múltban Áder János többször bizonyította hűségét a Fideszhez. Szerintük hiba volt politikust jelölni. Áder nem Magyarország, csupán a Fidesz köztársasági. Nem, egészen pontosan a Fidesz elnöke. A Jobbik szerint mindenki azt várta a nemzeti együttműködés meghirdetett rendszerétől, hogy olyan jelöltet állítanak a kormánypártok, akinek pályafutása nem egy párt keretein belül, pártpolitikusként zajlott. Azt kívánjuk Áder Jánosnak, hogy ezekbe a nehéz időkbe, ami erre az országra vár, próbáljon a párt identitásán felülemelkedni, és valódi kontrolljává válni a törvényhozásnak. A Jobbik szerint a közvetlen államfőválasztás szerencsésebb lett volna, de javaslatukat lesöpörték a kormánypártok. Nem lesz aláírógép, erre utalt beszédében Áder János az általunk megkérdezett elemzők szerint. Szakemberek úgy látják, Áder János első államfői megszólalásában nem programot hirdetett, hanem a nemzeti egység mellett tette le a voksát. Áder János pártpolitikus az nem determinálja azt, hogy csak a Fidesz táborának elnöke lesz a jövőben. Erre utalt első államfői beszédében Áder János szomszédorsója szerint. A Nézőpont intézet elemzője úgy látja, Áder Sólyom László vagy Schmidt Pál első beszédével szemben nem programot hirdetett, hanem a nemzeti egység mellett tette le a voksát. Konszenzus teremtő, konszenzus kereső beszédet hallhattuk, amiben az összefogást, a megbékélést igyekezett hirdetni a államfő, és mindenkit megszólított. Tehát végigment különböző társadalmi csoportokon, rétegeken, ezzel is kifejezve azt, hogy ő minden magyarnak az államfője kíván lenni. Áder Jánossal egyébként újra jogvégzett köztársasági elnöke lesz Magyarországnak. Szomszédorsója szerint ez lehet a biztosíték arra, hogy az új államfő nem lesz aláírógép, ezzel ugyanis szakmai hitelessége is csorbulna. Ugyanakkor biztosra vehető, hogy Áder minden döntésében lojális lesz a Fidesz-KDNP pártszövetséghez. A kormány oldalnak is jót tehet az, hogyha legalább a látszat kedvéért egy-egy törvényt vagy törvényjavaslatot visszaküld a köztársasági elnök. Filipov Gábor szerint Áder alkalmas lehet arra, hogy visszaállítsa a köztársasági elnöki hivatal tekintélyét, ehhez azonban hosszú időnek kell eltelnie. Személyisége szerintem nem teszi őt alkalmatlanná. Egy dolog hiányzik belőle, ez a karizma, tehát nem egy olyan ember, akire úgy felfigyel az ember, hogyha meglátja mondjuk a televízióban, ugyanakkor mondjuk Kövér Lászlóhoz, a másik nagy esélyeshez hasonlítva egy higgadtabb, mérsékeltebb személyiségről beszélünk. Áder János egyébként 53 évével az eddigi legfiatalabb köztársasági elnök Magyarországon.